Ez a Zambi 2-es asztalos csoportjának a hatodik fordulója, a Baja csapatával játszunk. A Baja így sakcsapat az első helyen áll jelen pillanatban, a második helyen meg a Dombovári sakcsapat áll. Ez egy rangadó. Itt most előfordulhat, hogyha sikerülne őket megverni, akkor helyet cserélnénk a tabellán. Ennek az az érdekessége, ennek az egész bajnokságnak, hogy minden nehéz csapaton túl vagyunk. Ez az utolsó nehéz csapat, utána könnyebb ellenfelek jönnek, tehát akár még a bajnokságot is meg tudjuk nyerni. Következő fordulóban a szerényebb képességű Karminhoz utazunk, Pécsre, utána Kaposvár jön, ők is gyengébbek, mint mi. A következő fordulóban pedig Dunaújváros jön, aki az utolsó helyen áll. Kötelező jelleggel két fiatalt mindig be kell tenni. Ők nagyszerűen játszanak évek óta. Annak van egy harmadik fiatalunk, aki sajnos most nem tudott eljönni, mivel a legerősebb a csapatunk. Egész magas szinten játszanak ezek a gyerekek. Tavaly beindult egy program a MÜFHÁSZ keretében, ahol egy nemzetközi mestert le tudtunk hozni, és egy egész éves oktatást tartott itt a gyerekeknek. Körülbelül 20-21 gyerek rendszeresen járt edzésekre. Most is van egy olyan 10-12 nagyon tehetséges fiatal gyerekünk, akik rövid időn belül be fognak épülni a csapatban.